A Kozmos Trio Veszprémben alakult meg, improvizatív, egzotikus világzenét játszanak, csipetnyi, kortárs komoly zenével fűszerezve. A főbb csapások és irányvonalak kijelölése ugyan már megtörtént, de továbbra is nyitottak az új műfajokra, zenei különlegességekre. Számos emlékezetes koncert van már mögöttük, ezekről a zenekar csellósa, Kövi Artúr Bálint így vélekedett. De amikor nem kell semmit beszélni, amikor minden csak úgy megszületik, mindannyian a legjobb formában vagyunk, a legjobb energiák áramolnak, egy kicsit ez is fontos nálunk, egy pici kis szellemiség van a zene mögött, akkor mondom azt, hogy nagyon jó a koncert, mert ugye nem mindig fix, amit csinálunk, vannak fix formák, meg szabadabb formák, vagyis minden koncert más. A jeles alkalomra ezúttal is hívtak vendégzenészt, akivel közösen egy különleges hangulatú koncertet adhattak. Ferenci Györgyet hívtuk, nagyon örülünk neki, ugyanúgy, mint a legelső meghívottaknak, Sebestyén Mártának, Horváth Karinak és Hevesi Tamásnak is nagyon örültünk, és Gyuri hozza maga a népies, erőteljes blues színvonalát és virtuozitását, és nagyon szép dolgot is tud, tehát beilleszkedik a mi kicsit a klasszikus környezetünkbe is. A blues zenész korábban nem ismerte a Kozmos Trio munkásságát, de mikor megkeresték őt a közös koncert ötletével, utána járt az együttesnek. Nagyon izgalmas nekem az egész. Teljesen más, mint amit én csinálok, ugyanakkor mégsem más, mert ugyanazt a lüktetés alapú muzsikát játsszák náluk, és az olyan, mint James Brownnál, hogy csak a lüktetés számít. Mert James Brown azt mondta, minden hangszer dob. Tehát még a basszusgitár is, az elektromos gitár is dob. És itt is ez van, hogy a felállás nagyon érdekes, tehát kilátott már cselló két perk a felállású bandát. És erre kell nekem, mint szólistának ráülni, és azért mondom, hogy izgalmas, mert sokszor úgy vagyok szólista, hogy végig kísérek csak egy dalba. Ez annyira fontos, ez tök szép az egész. Az első hangtól az utolsóig különleges koncert során a nézők megismerhették a Kozmos Triót, a sok rögtönzésre épülő, egyedi hangzásvilágot, sok Európán kívüli népzenéjét. A koncert során Ferenci György nem csak szájharmonikán, hanem hegedűn is kísérte a zenekart, és énekével is tovább színesítette az estét.